Sziasztok! Hát hogyan tanított engem jó atyám éveken keresztül, azt is mondhatnám évtizedeken keresztül, egy olyan népcsoporton keresztül, mint az észak-amerikai indiánok, és hogyan mutatta meg nekem az összefüggést az észak-amerikai indiánok és a székelyek között. És ahhoz, hogy teljesen tiszta legyen a kép, hát visszamegyek egészen gyerekkoromban. Amikor rengeteg indiános könyvet olvashattam, és szószoros értelemben ezáltal, ugye mivel Székelyföldön én is a hegyek között nőttem fel, és nagyon sokat járhattam a környéket, a vidéket, a hegyeket, a dombokat, az erdőket, tehát adott volt minden lehetőség ebben a teremtett világban, nagyon erőteljesen meg tudtam élni azt az állapotot, amit az indiánok is megéltek. Tehát ez a természeti népeknek a lelki állapotát is, ez olyan erősen felerősödött bennem, szószoros értelemben ilyen rajongója lettem a részbőrű indiánoknak, de legfőképpen a észak-amerikai indiánoknak, és rengeteg hasonlóság van a két nép között. Hát először is az indiánok is ugye törzsekben éltek, többféle törzs volt. A székelyek ugyanúgy, de az ők berendezkedésük, tehát a székelységnek a berendezkedése ugye székekre volt osztva. Tehát csíkszék, udvarhelyszék, háromszék, kézdiszék, és ezek a székek is valójában ugyanazt a lelkületet mutatták meg, mint az indiánoknál is, ahogy a törzsek élték az életüket. És mi történt a két népcsoporttal valójában, és mi a hasonlóság, és hogyan mutatta meg nekem atyám fokozatosan, hogy ez a szerelem, ami bennem kialakult a észak-amerikai indiánokkal szemben, az hova vezetett engemet is, és valójában nem kellett elmennem azért Észak-Amerikába, bár egy időben olyan erőteljesen ragaszkodtam ehhez a lelkülethez, hogy még a barátaim is vettek volt nekem egy nagy indián fejet, és folytonosan avval büszkélkedtem, hogy én valójában indián vagyok, hisz amikor Székelyföldön éltem és feljártam a hegyekbe, tényleg valóságosan megéltem a teremtett világnak a közvetlenségét, tehát atyánknak a jelenlétét. Hát olyan dolgokat tapasztaltam meg a természetben, a hegyekben, az erdőkben, ami egyszerűen gyönyörűséges volt. De ez nem volt még számomra elégséges ahhoz, hogy feltámadjak, tehát szükségem volt nekem is az újjászületésre. És meg fogjátok érteni, hogy mi történt a két népcsoporttal. És a hasonlóság olyan erőteljes, de maga a tragédiája is, hogy egyértelműen megmutassa, hogy hova vezetett ez az egész, és most is, hogyha így folytassuk, hisz ez a nemzet szószoros értelemben nem menekülhet meg. És most csak azért beszélek nemzetről, hisz tudjuk, hogy Istenben, az atyánkban nincs sem cigány, sem román, sem székely, sem magyar, sem szlovák, hanem Istennek gyermekei vannak. És valójában Jézus Krisztusban ez mutatkozott meg. De maga az atyánk a lelkületet és ennek az egésznek a csapdáját és a földhöz ragadtságot, azt mind a két nép csoportnál megmutatta, hogy hogyan történt a nagy elbukkás, hogyan történt az a tragédia, ami történt ugyanúgy mind a két nemzettel. Hisz az indiánok ugyanazt élték meg, hogy a saját földjük elvétetett, és a székelység valójában ugyanazt élte meg Trianon után, hogy a saját földjük, ugye amihez annyira ragaszkodtak, amúgy ez az Isten által teremtett zárt világ, elvétetett tőlük, és most már hova tovább erőteljesebben el van véve minden, és még mindig nincsen ébredés, nincs feltámadás, és a lélek azért vezetett erre rá, erre az összefüggésnek a nyilvánvalóvá tételére, hogy megmutatkozzon a lelkület, mert itt minden a lelkületről szól. És az indiánok úgy jöttek ide képbe, mivel atyám tudta, hogy én ragaszkodok az indiánoknak a szellemiségéhez, lelkületéhez, egyértelműen megmutatta ezáltal, hogy mi történt velük. Tehát az történt az indiánokkal, hogy
nem is olyan régen láthattam két erőteljes dokumentumfilmet, ami, megmondom őszintén nektek, hogy meglepődtem, hogy egyáltalán megengedték, hogy ez a YouTube-on fel legyen. Igaz, hogy azóta se találtam meg talán egyiket. És mind a két történet valójában arról szól, hogy mi történt bizonyos törzsekkel az Egyesült Államokban, hogy a fehérek hogy játszották ki őket, és ők hogy mentek bele ebben a játszmában. Tehát voltak törzsek, amelyek kompromisszumot köttek a fehérekkel, és felvették azt a fajta társadalmi berendezkedést, és próbáltak úgy élni, mint a fehérek, de valójában nem nagyon ment nekük, hisz kiderült, hogy a fehéreket nem érdekli, hogy ők próbálnak alkalmazkodni az ők társadalmi berendezkedésükhöz, hanem valójában a földi vagyon, a kincsük érdekelte, és így minden áron fokozatosan kiszorították őket arról a földről, arról a területről, ahol addig ők élhettek évszázadokon keresztül. És ez a két dokumentumfilmben egyértelműen megláthattam azt a fajta lelkületet, ami az indiánok elbukásához vezetett, és ez nem történt más az indiánokkal is, mint ahogy kiestek valójában az Isten adta gyermekségből. Hisz tudjuk, hogy az egész világ, tehát az egész teremtett világ vajudik, hisz elbukkás alatt van, vajudik és várja Isten fiainak a megjelenését. Vajudik attól, mert nem ismeri fel, tehát nem akarja fölismerni az igazi valóját. És azért vagyok kénytelen nemzetekbe beszélni, tehát népekben, hogy a végén meglássátok, hogy a jó atyám mit fog ezáltal megmutatni. Tehát az indiánok, amikor kezdtek kiesni az Isten adta gyermekies lelkületből, és kezdtek földhöz ragadtá válni, kezdték megszeretni azt a teremtett világot, és azt ott magasztalni, ami nem azért adatott nekük, hogy ők abban éljék meg azt ott, ami valójában az atyánk terve szerint teljesen a tökéletesség felé vezető út lenne Krisztusban, hanem ők egyszerűen megragadva minden lehetőséget ragaszkodni kezdtek azokhoz a földrészekhez, azokhoz a területekhez, sőt ezáltal megjelent bennük a erőteljes ragaszkodás és a lázadozás lelkülete, hisz a törzsek egymás között elkezdtek harcolni bizonyos területekért, és így rájuk jött az ítélet a fehérektől. Hisz tudjuk, hogy Amerikát hogy népesítette be a fehér kolónia Európából, amely már magában egy romlott lelkiállapotban volt, hisz teljesen földhöz ragadt testi mammon imádó nemzetekkel tele, amely folytonosan azért terjeszkedett és azért hódított, hogy minél több földi vagyon megszerezzen magának valójában a lelkek árára. És az ítélet így jött. Tehát úgy jött az indiánokra az ítélet, ahogy nem is sejtették és nem is gondolták volna. És ebben a két dokumentumfilmben, amit atyám valóságosan előmbe hozott és megnézhettem ezelőtt egy nagyon jó pár hónappal, főleg egyik történetben megmutatkozott az, hogy maga a vírus, a fertő, amikor az indiánok közé kezdett beütni, ugye az alkohol, a topzódás, a fehér embernek az életstílusa, nagyon sok indián, mivel nem tudta feldolgozni, hisz egyértelműen megmutatkozott a lelkületük, hogy nem tudták feldolgozni, hogy mi történik velük, az alkoholhoz folyamodtak. És pontosan egy ilyen testvérpárt mutatott be a dokumentumfilm, hogy egyik teljesen alkoholista lett, szószoros értelemben, és a másik, a testvérek közül a nagyobb, az toborozta az embereket, mert hitt abban, hogy igenis a földjüköt, hiába, hogy nagy a nyomás, hiába, hogy a fehérek minden csellel és alatomos móddal, ugye ravassággal próbálták az ők földjeiket megszerezni, hitt abban, hogy kiharcolva, tehát inkább diplomáciai kapcsolatokon keresztül meg tudják őrizni a földet, és ezáltal belement egy ilyen törzsek egyesítésébe, toborzásába, ami a végén odafajult, hogy mégis el kellett könyveljék, hogy a fehérekkel nem bírnak, hisz a törzsekben nem volt meg az az egység,
Ezáltal sem, hisz látták, hogy veszélyben van a földjük, ezáltal sem, mert sokkal nagyobb volt a csábítás arra, hogy nagyon sok törzset lefizettek a fehérek, és aláíratták velük azt a fajta szerződést, ami a földjeik elkobzásáról, tehát birtoklásának az elvesztéséről szólt. Tehát belementek a mammonnak a világába még ezáltal, még erőteljesebben. És a másik testvért is fölhoznám ide nektek, mert nagyon tanulságos a története. Ez a testvér közül, amelyik teljesen alkoholista lévén is egyfolytában csak ivott és ivott, és bánatában nem tudta földolgozni, hogy mi történt az ő népével. Hát egyszer az történt, hogy kapott egy erőteljes látomást, megtapasztalást a Teremtő Atyánktól, és többet nem ivott attól a pillanattól kezdve egy korty alkoholt sem, de prófétának kiáltotta ki magát. És ez a próféta, ez az indián próféta, ez nem tett mást, hanem folytonosan azt hirdette, hogy neki az Isten azt mutatta, hogy harccal és vérrel vissza lehet szerezni a földet, ami az övék, tehát meg lehet tartani azt a területet, sőt, mi több, a többi törzset is tényleg egyesítve meg lehet őrizni a területet, és harc árán meg vissza lehet szerezni, és meg lehet tartani, és ezáltal belementek az indiánok még erőteljesebben a harcban, a háborúban, és kiderült, hogy óriási nagy veszteségeket szenvedtek el, hisz a fehérek sokkal fejlettebbek voltak katonailag, és sokkal ravaszabbak, sokkal alattomosabb módon cserkészték be őket, és ezáltal elvesztették a területeiket, és megtörtént Észak-Amerika egyik legnagyobb indián vándorlása, hogy valójában északról át kellett vándoroljanak teljesen területre, ami több 100 vagy 1000 mérföldet gyalogoltak ezek a törzsek, hisz el kellett hagyják a földüköt, és egyik legnagyobb indián holokauszt történt, ami arról szólt, hogy útközben, mivel bekövetkezett a tél, és áthaladva bizonyos államokon keresztül minden hultak az emberek is, meghaltak, és ez a tragédiájuk oda vezetett, hogy meg kellett éljék azt, hogy az az életút, amit ők választottak, a teremtett világ, tehát a zárt világ alatt, az valójában hova torkolt, hova vezetett, tehát a teljes megsemmisülés, teljes pusztulás, és most tudjuk, hogy Egyesült Államokban valójában igazából úgy, mint területi egység, nem sok van az indiánok kezében. És ezt csak azért mondom el, mert a két nép, tehát a két nemzet között óriási a hasonlóság, és itt minden a földhöz ragadtságra mutat rá. Tehát az atyám rengeteg képet és rengeteg tanítást mutatott ezáltal is, és megengedte, hogy meglássam, hogy a székelységnek jelen pillanatban is pontosan ez egyik legnagyobb átka. Maga az, amire olyan erősen büszke, sőt azt kell mondjam, ugye, mint a indiánokban is megvolt ez a hihetetlen büszkeség. Tehát ugye tudjuk, hogy a büszke ember, amikor büszkévé lesz, tehát felfúvalkodik, az soha nem vezet egy jóra, hiába, hogy megvan valamelyest a egyszerű gyermekies lelkület benne, de mivel megjelent benne a földhöz ragadt lelkület, és ezáltal ehhez való ragaszkodás által tehát a harcias szellemiség lelkület, így belementek olyan dolgokba, ami nem csak a testük elvesztéséhez vezetett, hanem a lelkük elvesztéséhez is. Azt is mondhatnám nektek, hogy felvetődött bennem egy így, hogy miért nem született Jézus Krisztus például testben, ugye indiánok közé is jöhetett volna, és meg kell látnom, és meg kellett értenem, hogy valójában Krisztus mindig is jelen volt az ők életükben. Tehát kapták az útmutatást, és ugyanúgy a világ minden egyes pontján a Krisztus az mindig jelen volt, tehát az igazság, ami megmutatkozott Jézus Krisztusban, az igazság és az élet, ami megismerhettünk azáltal, hogy ő eljött és megmutatta nekünk az utat, az mindig mindenütt jelen volt. Soha nem volt elzárva az ember elől. Az a kérdés, hogy az ember minden egyes fölnek, minden egyes nemzete milyen utat választott, és ezáltal is egymás tükrei lehetünk, hisz tudjuk, hogy minden egyes nemzetnek
népcsoportnak megvan az a fajta lelkülete, ami valójában szembesíthet minket avval, hogy ez a nemzetbe való gondolkodás, ami ugye Istennél nem működik, hisz Istennek gyermekei vannak, megmutassa a lelkületet, megmutassa a szellemiséget, hogy hova vezet. És itt az indiánokkal be is fejezném, és most visszajövök ide a székelyek közé, Székelyföldre, és Isten kegyelméből ugyanazt láthattam meg hasonlóságképpen. Tehát a tört én elem, az indiánoknál is és a székelyeknél is ugyanígy következett be, hisz maga a székelység tragédiája az ugyanúgy meglátható volt, megtapasztalható volt az utóbbi évtizedekben, évszázadokban, és ez onnan fakad, hogy a székely ember, ugye mivel természetközeli népcsoport ő is, tehát teljesen a Kárpátok tövébe beszorult népcsoport, elkezdett földhöz ragadtá válni. Tehát elkezdett ragaszkodni ahhoz a területhez, ahhoz a földhöz, ahol ő született, és ezáltal ő is a vére árán, tehát nem kímélve életét, vére árán, felesküdve a mammonnak, felesküdve annak a fertőnek, ami folyamatosan a civilizációkból tódult ránk, felesküdve ennek a szellemiségnek, ennek a lelkületnek, teljesen vesztesként jött ki mindig belőle. De mivel közel élt a természethez, megmaradt benne valamelyest az egyszerű Isten adta gyermekies lelkület, tehát a tiszta jó szándék is, ez valamelyest meg tudta őt tartani. De ez a fertő, amiről beszélhettem, és az a fajta tragédia, ami érte a székelységet is, az most már sokkal alatomosabb, és sokkal nagyobb fertője van az egésznek, mint valaha volt. És azt láthatom, hogy az a fajta büszkeség, amivel a székely felkoronázta magát, hisz mindig ő egy ilyen harcias nép volt, pontosan mint az észak-amerikai indiánok a földhöz ragadtsága miatt, mivel felkoronázta magát evel a lelkülettel és evel a szellemiséggel, nem lássa meg azt, hogy ez a büszkeség hova vezette őt és hova vitte őt bele teljesen. Hisz mit láthattam meg éveken keresztül Magyarországon, ami egyértelműen valójában nekem is nagy tükör, és az atyám ezt mutatta. Hát atyám adott olyan képeket nekem, hogy pontosan olyan földhöz ragadt vagyok, mint apám. Tehát ugye megmutassa ennek a fertőjét, tehát megmutassa ezt a fajta lelkületet, ezt a identitást, ami nem visz máshova, mint a földhöz ragadtságba, tehát bele tuszkolja a lelket szószoros értelemben az agyagos földben, és Jézus Krisztus által megismerve az igazságot, megérthettem aztot és megélhetem aztot, hogy a lélek az a szabadulásra van elhívva, újjászületve az atyán kegyelme által Krisztusban, hogy ezáltal megtörténjen a teljes szétválasztódás, megszülessen bennem az Isten gyermeki állapota, amelyet oly erőteljesen vár ez a világ, mert vajudik a világ az elbukás miatt, a földhöz ragadtsága miatt, amely folytonosan arra hajaz, hogy itt építse fel a földi paradicsomot, ami nem más, mint elhitett vasztot, hogy ragaszkodni ahhoz az anyaghoz, amit az Isten azért adott, hogy az ember ebben a kegyelmi időben, ami mindenkinek adatot egyen egyenként megismerje az igazi valóját. Folytatva a székelységgel. Tehát a székelység, amit megláthattam erőteljesen, ugye otthon is, tehát láthattam a székely egyszerű embereknek a lelkületét is, gyönyörűséges volt. Tehát láthattam azt, hogy nagyon sok ember a természeti népek között, ugye már a székelység az volt, megmaradt abban az egyszerű tisztaságban, és ezáltal megkaphatta az esélyt arra, hogy valójában emberek boldogultak meg, emberek szabadultak meg, vagy tudatosan, vagy tudatalanul nagyon sokan megélték a Krisztust ezáltal. De hogy folytatódott a fertő is, folytatódott a nyomás folytonosan a kereszténységen, a valláson keresztül, a mammonon keresztül, a birtokláson, a rendszeren keresztül, amiben oly erősen kezdett hinni a székelység, egy olyan fajta fertő bekerült az ő lelkébe, az ő világába,
ami ellen már nem tudott semmit sem tenni, mert még maga a vallása is folytonosan a földhöz ragadtságot közvetítette számára. Hát ilyen a elfajult, elkorcsosodott kereszténység, ami ma már oda vezetett, hogy ilyen tömeges zarándoklat helyeket működtet azért, hogy az embereket benne tartsa, tehát a székelységet benne tartsa abban a büszkeségben, abban a szellemiségben, ami nem más, mint a tömeges kárhozat útja. Ez az utóbbi években nagyon erőteljesen megmutatkozott. És mit láthattam meg én itt Magyarországon, hisz már egy negyed évszázada lassan elmúlt, hogy itt élhettek, és kialakultak itt ilyen székely közösségek, székely kolóniák. Hát azt láthattam meg, hogy evel a büszkeséggel, evel a Isten adta életerővel, evel a megmutatom én, megcsinálom én alapon egy olyan dologba mentünk bele, és arra vagyunk büszkék, hogy még jobban felépítettük magunknak azt a világot, azt a mammont, ami még jobban beledöngölt minket az agyagos földbe. Ugye most már minden lehetőség adatot a nagy demokrácia nevében, tehát a nagy unió nevében, és erre olyan erőteljesen rárakódott ez a büszkeség és ez az Isten adta életerő, amit belevitt a székely ember abban, hogy a halált építette még erőteljesebben. Addig is bele volt már ragadva a földjébe, de most már erőteljesen a halált kezdte építeni, és egyszerűen ez a fertő, ami jött nyugatról, tehát a babiloni szellemiségből, lelkületből, ami befertőzte az egész világot, tehát Amerikából és mindenhonnan egyszerűen belevitte itt a versenyszellembe, belevitte egy olyan állapotba, ami által már nem lássa a fától az erdőt. És azt kell mondanom nektek, hogy a székelység tragédiája is azért történt meg, azért vétetett tőle a földje, és azért nem élheti meg ő azt a fajta földi szabadságot, amit ő megélt mondjuk pár évtizedet, pár évszázadot bizonyos történelmi időszakokban, mert belement a büszkeség és a lázadozás lelkületében. Mert ennek a földhöz ragadtságnak ez a következménye. Tehát amikor az ember elkezd birtokolni, mindegy, hogy hol él és milyen helyzetben, az ember elkezd birtokolni és ragaszkodni kezd az anyaghoz, akkor egyértelműen, hogy mindenféle identitás, mindenféle szellemiség és lelkület kezdi őt még erőteljesebben földhöz ragadtá tenni, tehát kezdi besötétíteni a lelkét. És most a nemzetekből kilépnék, és megmutatnám nektek azt, amit Jézus Krisztus egyértelműen megmutatott a zsidóságnak is, és itt van a válasz, hogy miért nem született Jézus Krisztus mondjuk az indiánok vagy a székelyek közé, úgy, ahogy a zsidóság között megjelent testben. Hát azért, mert ha volt földhöz ragadt testi ember, tehát testi nemzet, amely erőteljesen büszkévé lett az a hatalom és kiváltság által, tehát amikor ő bement a Kánaán földjére és elkezdte azt ott birtokolni, és mindannyiunknak megadatott a Kánaán föld, nem csak a zsidóságnak, hisz ugye, ahogy halljátok, az indiánoknak, a székelységnek is, hisz az Atya azért engedte meg, azért adta meg ezt, hogy az embernek ne az legyen a dolga az élete során, hisz megismerje az igazi valóját, tehát keresse Isten országát, és ezáltal meglássa, hogy az a földi zárt intervallumban is, a Kánaán földje, még földi értelemben is azért adatott meg, hogy ezáltal is a gyermek gyermeké maradhasson meg, teljesen megmaradjon abban az igazságban, amit a lélek folytonosan nyilvánvalóvá tett, hisz az atyánk nem változott meg, ő mindig ugyanaz volt, és most is az is, az is lesz. Tehát ő mindent nyilvánvalóvá tett. Tehát Jézus Krisztus ezért jött el testben a zsidók közé, hogy egyértelműen megmutassa nekük azt, hisz ők voltak a választott nép, ugye, olyan értelemben választott nép, hogy meg voltak bízva avval, hogy elterjesszék egész világon azt a fajta Isten hitet, amit maguk, nekük személyesen maga a Teremtő Isten mutatott meg.
Tehát személyesen az atyán kijelentette számukra teljesen az igazságot, a parancsolatok által megmutatta nekük a tökéletes életrendet, amit ő teremtett, de a zsidóság folyamatosan visszaélt gálánt módon, evel a lehetőséggel, és mindig belefektette ezt a lelki erőt, tehát ezt az elhívást, ugyanabban, amiben belefektette a székelység is az indiánok. Hát úgy is mondhatnám nektek, hogy mindannyian el voltunk hívva egyen-egyenként erre az útra, és most is el vagyunk hívva mindannyian egyen-egyenként erre az útra, mert Jézus Krisztusban ez mutatkozott meg, hogy egyen-egyenként mindannyiunknak szükséges újjászülessünk, hogy kilépjünk ebből a földhöz ragadt mókus kerékből, amit az atyám oly sokszor megmutat nekem. És azért is mondhattam el a nemzetek összefüggését, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ugyanaz történik most is, mint ami akkor történt. És pontosan ugyanúgy kellett elveszítse a székelység azt ott a földi területet, azt a lehetőséget, ami neki adatott Isten kegyelméből, hogy meglássa ezáltal, hogy mihez ragaszkodott, amit el kell engedni. És még mindig nem akarja belátni, még mindig nem akarja fölismerni, sőt azóta belement egy olyan fertelmességben a babiloni rendszer által, ami most erőteljesen tombol ebben a 21. századi elejé világban, összeolvadva teljesen az amerikai imázsal, az amerikai versenyszellemmel, ahol már lassan és fokozatosan a büszkesége odavitte, hogy menthetetlené teszi magát. Tehát az a fajta büszkeség, amihez ő ragaszkodik, az nem más, mint a halálnak az építése. És az atyám ezt mutatta meg nekem nagyon sokszor, és nekem is azért mutassa meg, hogy kimondottan csak ráfigyelj, kimondottan a Krisztus lelkére figyeljek, hogy el ne vesszen a lelkem. Mert az alapokat ezek a nemzetek úgy veszítették el, hogy elkezdték elfelejteni azt, hogy ők egyszer lelkek. Tehát mindenki lélek, és a léleknek van teste, és minden egyes dolog, ami történik az emberrel, minden egyes egyénnel az élete során, az egyértelmű jelzés arra, hogy szükséges, hogy újjászülessünk a Krisztusban, ahhoz, hogy a lélek újra föltámadjon az atyán kegyelm által, ráléphessen az élet keskenyes fényére, hogy megszabaduljon ezáltal a gyermek, teljesen függetlené váljon az anyagtól, a földtől, a földhöz ragadtságtól, és kilépjen abból a fertőből, és abból az identitásokból, és ezekből a szellemiségekből, amit én itt nektek próbáltam elmondani a Jóatyám kegyelméből, és reménykedek abban, hogy ez a történet egyértelműen rávezeti azt, aki hallja, hogy nincs különbség a nemzetek között. Tehát maga az elbukás a nemzetekben egyértelműen jelen van, és a tömegszellemiség és a tömegmanipulációnak a gyümölcse mindig is az volt, hogy benne is fognak mindenkit tartani, aki nem kéri a Teremtő Jóatyánkot, hogy ebből a lelkületből, ebből a tömegszellemiségből, a tömegmasszából kiléphessen, azáltal, hogy hozzáfordul, és kérje az ő irgalmát és kegyelmét, és az, hogy kiemelje őt, tehát megmutassa neki a gondviselését, megmutassa neki az ő személyes oltalmát, hogy Krisztusban újjászülessen, és újra megélje az atya közvetlen tanítását, közvetlen személyes gyógyítását és oltalmát, hisz az Isten mindannyiunkat erre hív. Tehát az a fajta identitás, az a fajta nemzeti büszkeség, amit még most is erőteljesen életbe tartnak, de közben maga az egész lelkület és az egész szellemiség nem hajaz másra, mint az erőteljes babiloni lelkületre. Tehát kezd eldeformálódni még jobban, kezd elkorcsosodni és befertőződni a székelység egy olyan újfajta identitással, és még erőteljesebb identitás zavarok jelennek meg benne, ami nem csinál más vele, hanem még jobban benne tartsa őt a halálba, még jobban beledöngöli őt abban a földben, ami így is évtizedeken, évszázadokon keresztül a kárát okozta. Mert az a gyermek, aki megismerte az igazi valóját az atyánkban, a Krisztusban, az már nem ragaszkodott
a földhöz, tehát nem ragaszkodott az anyaghoz, a földi életéhez, hanem egyértelműen megélhette azt, hogy mennyire közvetlen és mennyire szerető az atyánk lelke, hisz az atyánk az lélek. Ezt az atyám azért mutatta meg nekem, hogy egyértelműen én is meglássam, hogy ez a fajta nemzeti identitást, aki nem tudja elengedni, és nem lesz teljesen Isten gyermeke, az mindenki elveszik. Tehát aki meg akar tartatni, meg akarja ismerni az igazi valóját, úgy is mondhatnám nektek, hogy az eredetét, meg akarja ismerni a lelkét, az forduljon személyesen az Úr Jézus Krisztushoz, hogy ezáltal is megkapja a lehetőséget, hogy maga az atyánk lelke újjászülje, és Krisztusban teljesen átformálja, hogy Isten gyermeki állapotot öltsön magára mindenki egyen-egyenként, és akkor megadatik az a lehetőség a jövő nemzedéknek, amelyre valójában mindenki áhítozik. Tehát, hogyha maga a mag megfogan, az atyánktól lévő mag, akkor egyértelműen megvan a lehetőség arra, hogy megmaradjon ez a népcsoport, de Isten gyermekiként élje az életét. Tehát ezért fontos, hogy megismerd a Teremtő Atyádat személyesen, hogyha valójában meg akarod menteni a családodat, valójában azt szeretnéd, hogy legyen jövője a gyerekeidnek, akkor ezt az egyetlen egy utat tudom neked ajánlani, amit én is megismerhettem az atyám kegyelme által, amikor hozzáfordultam személyesen, mert beláttam, hogy az a testiség, az a földhöz ragadság, a bűnök tengere, ami engemet is megkötözött, pontosan úgy, mint ahogy tégedet is, és mindannyiunkat megkötözött évszázadokon, évtizedeken keresztül, főleg az utóbbi évtizedekben, hogy döngött bele a testiségben, hogy rabolta ki belőlem a gyermekies lelkületet, hogyan vitt bele engem a sötétségben, hogyan tartott benne engem a sötétségben, hogy mit jelent az, hogy ragaszkodtam egy olyan nemzeti öntudathoz, egy olyan nemzeti identitáshoz, ami valójában nem tett mást, károkat okozott bennem az Isten gyermekében, mert mindenki valójában Isten gyermekeként születik a Földre, hogyan rakódtak rám ezek a hiedelmek, ezek a hitetések, és így nem láthattam a fától az erdőt, hanem gyönyörködtem ebben a teremtett zárt világban, és ezt hittem, hogy ebbe van a jövőm, ebbe van a lehetőségem. De addig, amíg mindannyian egyen-egyenként nem válunk lelkivé, tehát nem a lélek vezet minket, az atyánk lelke, csinálhatunk bármit, mert mindent valójában a saját lelkünk kárára teszünk. És egyszer ez az időintervallum, tehát maga a kegyelmi idő, amikor lejár, akkor egyértelműen meg fogjuk látni az igazságot. És akkor a székely büszkeség, vagy akár az indián büszkeség, vagy akár a zsidó büszkeség nem ér semmit. Semmit nem fog érni, mert Isten valójában teljesen másra hívott el. És a reggel föl is hozott bennem a lélek egy olyan részt János evangéliumából, amit a múltkor meg is adott nekem. Tehát minden értem történik, és az atyám azért adja, hogy elsősorban ezáltal én is szembesülhetek, és kimondhatom azokat a dolgokat, amit a szívemre helyez. Ez a János evangéliuma 6-ba van benne, ahogy Jézus azt mondja, ugye a tömegnek, amikor ettek a kenyérből, és ugye megkóstolták azt a kenyeret, amit Jézus adott és szaporított meg, mert gyönyörűséges dolgok vannak leírva a négy evangéliumban, és ezt lélek által megismerni, meglátni, kérve az Atyát, Krisztust, hogy megmutassa tényleg, hogy vezet ki minket ebből az egész magunk által épített csapdából. Egyszerűen nem is tudom emberi szavakkal elmondani. És azt mondja Jézus nekik, hogy felele nekik Jézus, és mondá, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama a kenyérből, és jól laktatok. Tehát ettek az emberek a mennyei kenyérből, és jól laktak. Ez az igazi eledel. És itt jön képbe az, amit mondhattam atyám kegyelme által, hogy a földhöz ragadság az elzárja ezt a gyönyörűséges eledelt, amit maga Krisztus ad mindannyiunknak egyen-egyenként.
És azt mondja nekük, hogy munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az az eledelén, amely megmarad örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételt el, az Isten. Tehát olyannyira gyönyörűségesen megmondta ezt a zsidóknak, mert a zsidók is pontosan ugyanúgy a földhöz ragadságtól szenvedtek. Én nekem az atyám az indiánokon keresztül kezdte szembesíteni azt a fajta lelkületet, ami a székelységben van, tehát a kettő hasonlatos, elbukott állapotot mutatta meg az atyám. És azt mondja utána, hogy mondának ezért neki, mit csináljunk, hogy Isten dolgait cselekedjük. Felele Jézus is mondta, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tehát tovább nem olvasom. Azért nem olvasom tovább, mert egyértelmű, hogy ebben megmutatkozik az, hogy milyen eledelért kéne fáradozzunk, mi az az eledel, amit kéne fogyasszunk mindannyian egyen-egyenként, és valójában kire kéne figyeljünk, kinek kéne higgyünk a Jézus Krisztusnak egyedül, sem vallásnak, sem rendszernek, sem papoknak, sem orvosoknak, sem tanároknak, senkinek. És itt nem az emberek személyéről van szó, nem test és vér ellen van nekünk harcunk, hanem maga az egész szellemiség, lelkület, magaslat, hogy leromboltasson bennünk, hogy ezáltal is megismerjük azt a lehetőséget. Még ez sem helyes kifejezés, hogy lehetőséget. Bár igen, ajándékot, amit ad az atyánk, hogy ráléphessünk az élet keskeny ösvényére, hogy megmutatkozzon bennünk, megismerjük a Krisztust, hogy az ő lelk által kapjuk a mindennapi eledelt, a mennyből, ami megtart minket, hogy neki higgyünk egyedül csak, hogy ezáltal megtörténjen az, amit mindannyian szeretnénk, hogy igenis ez az egy biztonság van itt a Földön is, pontosan úgy, mint a mennyben. Tehát ahogy a mennyben, úgy a Földön is. Hát sziasztok, Isten áldjon mindenkit!